Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Régió Plusz Televízió térségi, közéleti magazinját látják. Ízelítő mai témáinkból. Meghosszabbították a beadási határidőt a földhasználati bejelentéssel kapcsolatban. Az eljárás díj és illetékmentes. A Sportért díjjal jutalmazta a Gödöllői Szövetség a Sportért szervezet Szabados István röplabda edzőt. Bagh néprajzi történetét mutatja meg az a muzeális értékű viselegyűjtemény, melyet a helybéli Nagy Jenőné gyűjtött össze az évtizedek során. Rendeződni látszik az Aszódi Szakorvosi Rendőrintézet további sorsa. A hatvani Albert Schweitzer Kórház és Rendőrintézet veszi át az üzemeltetést. A földhasználati bejelentést a február 27-i változások szerint április 30-ig lehet megtenni. Továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj és illetékfizetési kötelezettség alól. A földhasználati bejelentésre vonatkozó szabály hátterét az 1994. évi 55-ös törvény foglalja írásba. Aki esetleg a 2013 évi 6. törvény, vagyis az említett változások életbelépése előtt fizetett a nyilvántartási eljárásért, annak a szolgáltatási díjat visszatérítik. Tehát 2013. január 1-től a változás az 1 hektár alatti területeket érinti elsősorban, ugyanis ezt a határt, ezt az 1 hektáros határt eltörölték. Tehát 2013. január 1-től mindenkinek, akinek termőföldje van, beleértve a külterületi szántókat, rétet, nádas gyümölcsöst és az zárt kerteket, be kell jelenteni földhasználat szempontjából. A földhasználati bejelentésnek a célja az, hogy mindenkor ismerjük, hogy mely területet kihasznál, és a rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tudja érvényesíteni az állam. Tehát akkor mondjuk pontosan még egyszer, hogy ki az, akinek be kell jelenteni a földhasználatot, és mekkora az a minimum terület, amit már be kell jelenteni? Jó, tehát általános szabály, hogy a mindenkori földhasználónak kell bejelentenie. E szabály alól ugye az a kivétel, hogyha nincs kifejezett szerződéses viszonyon alapuló földhasználó, hanem a tulajdonos önmaga használja a saját területét, akkor ebben az esetben ő tekinthető földhasználónak. És a méretről pedig az az általános szabály, hogy minden mezőgazdasági, tehát itt minden termőföldet be kell jelenteni méretnagyságtól függetlenül. A termőföldről szóló törvény értelmében termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, erdő, fásított terület vagy halastóként tartanak nyilván. Fontos kiemelni, hogy itt nem tulajdonviszonyokat érintő kérdésről van szó, tehát nem a tulajdonviszonyt érinti ez a dolog, hanem azt, hogy tulajdonképpen ki használja azt a földet. Ez lehet a tulajdonos, zárt kertek esetében, többségében tulajdonosokról van szó, nagyobb termőföldek esetében pedig valamilyen gazdálkodó szervezet, aki haszonbérlet formájában használja ezt a földet. Meddig lehet ezt az adatszolgáltatást megtenni, és hogyan? Február 27-én változtak a szabályok, ez alapján április 30-áig kell bejelenteni a földhasználatot. Ennek a módja pedig, hogy egy földhasználati bejelentési adatlap nevű nyomtatványt kell kitölteni, amelyen szerepeltetni kell a földhasználó adatait, a termőföld adatait és egyéb adatokat. Ez a bejelentés, ez illetékköteles-e? Nem. Ezt a február 27-i döntés szintén eltörölte, vagyis a földhasználati bejelentés illeték és díjmentes visszamenőleg január 1-ig visszamenően. Ilyen adatlapokat hol talál az ügyfél? Ilyen adatlapokat földhivataloknál lehet kérni nyomtatott formában, de ugyanakkor letölthető az internetről is, mégpedig a földhivatalok honlapjáról, legegyszerűbben ez pedig a www.földhivatal.hu honlap. Hogyha az ügyfélnek már megvan az adatlapja, a további ügyintézés hogyan folyik, és milyen gyorsasággal?
két út van a bejelentési kötelezettséget megtenni. Az egyik, hogy az ügyfél minden adatát ismeri, otthon kitölti az űrlapot, és mivel díj és illetékmentes az eljárás, ezért postára adja és beküldi hozzánk ide a földhivatalba. A másik út, hogy itt a földhivatalban az ügyintézők számára leadja ezt az adatlapot, és itt kaphat segítséget ahhoz, egyrészt a kitöltéshez, másrészt ahhoz, hogy megismerje a saját adatait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában a saját tulajdonukkal, és rengeteg kérdéssel árasztják el a földhivatali ügyintézőinket. Tehát én azt tudnám javasolni, hogy mindenki otthon a rendelkezésre álló papírok alapján minél több információt szerezzen be, mert akkor sokkal gyorsabb és gördülékenyebb tud lenni itt az ügyintézés, és nem vesz annyi időt igénybe. Milyen tapasztalataik vannak? Tudják az emberek, ismerik ezt a szabályt? Igen, a sajtó nyilvánosságnak köszönhetően egyre többen tudják ezt a szabályt, sőt egymástól is hallják, szomszédtól, ismerőstől, rokontól. Ami a tapasztalatunk nekünk, hogy sokan nem tudják, hogy hol van a földterületük, nem ismerik a helyrajzi számot, nem tudják, hogy bejelentés kötelezett-e vagy sem. Hát ebben kellene segítség a részükre. Én azt javaslom, hogy mindenki keresse elő a földhivatali lapokat, vagy a hagyaték eljárásról szóló papírt, hogy mindenféleképp próbálja megszerezni a tulajdonának az adatait. Elsősorban a helyrajzi számát, de a méretét, az aranykorona értékét és egyéb adatait. Mi történik akkor, hogyha nem történik meg ez az adatszolgáltatás? A jogszabály értelmében, ha valaki elmulasztja a földhasználati bejelentését, akkor bírsággal sújtható. Miért fontos a lakosságnak, hogy megtegye ezt a bejelentési kötelezettségét? Hát egy nagy előnye már most látható, hiszen nagyon sokan nem voltak tisztában azzal, hogy hol van földterületük, az mekkora, ki használja. Most ezzel a bejelentéssel tulajdonképpen mindenki felméri a saját tulajdonát, és tisztába kerül ezzel. Ezen kívül kiemelhető még az is, hogyha a tulajdonból, földhasználatból fakadóan bármiféle előnyt, jogot, esetlegesen támogatást élvez, akkor ehhez most már az egységes nyilvántartás alapján hozzá tud jutni az állampolgár. Mit tegyenek abban az esetben, hogyha egy földtulajdon több embernek a nevén van, ki jelentse be? Hát itt ketté választanám a kérdést, ugye a kicsi zárt kertek esetében, ahol tulajdonképpen férj-feleség, tehát valamiféle rokoni kapcsolatban állnak, akár kettő, akár több tulajdonos esetében. Számukra javasoljuk azt, hogy egy földhasználó legyen, jelentse be az egész területet, és szívességi földhasználatként a többiek az ő részüket adják át az ő részére földhasználatként, mert egyébként megosztási rajzot, vázlatot kellene készíteniük arról, hogy melyik részt kihasználja. És a kérdés második felére, tehát a kérdésre a másik válasz, hogyha nagyobb területet érint a tulajdonlás, tehát többen vannak tulajdonosok mondjuk egy külterületi szántó esetében, itt a jogszabály egyértelműen egy megosztási vázrajzot ír elő, tehát amikor el kell készíteni, hogy melyik részt tulajdonképpen pontosan kihasználja. Akik az elmúlt év végéig megtették a földhasználati bejelentésüket, a régi űrlap kitöltésével a jelenleg előírtnál kevesebb adatot adtak meg. Ezért arra kérik őket, hogy az adatszolgáltatást az erre szolgáló új űrlap kitöltésével egészítsék még ki az állampolgárságukkal és a személyi azonosítójukkal. Gazdasági szervezet esetében a statisztikai azonosítóval, cég esetében pedig a cégjegyzékszámmal. Mint ismeretes, a MedCenter Kft. 2013. március 31-e után nem kívánja tovább működtetni az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetet. Információink szerint az Aszódi önkormányzat, mint fenntartó, várhatóan a 60-i Albert Schweitzer kórházzal köt majd szerződést a további működtetésről. A tárgyalások folyamatban vannak, ezért nem kívántak nyilatkozni az ügyben az érintett felek. Tóth Gábor, a térség országgyűlési képviselője felelt kérdéseinkre. Az én megítélésem szerint itt mindig minden mindennel összefügg. Na most nézzük lokálisan az aszódi helyzetet. Aszódon az STK-t, ami egy aszódi város tulajdonát képező ingatlanról van szó,
egy magánvállalkozás működtette, amely logikusan nem jótékonysági intézmény, hanem haszonelvű működés feltételez. A másik történet pedig ugye 60 város kórháza, amely a nem is túl távol időben még arról szólt a történet, hogy talán hát átértékelődik, vagy ne adj Isten devalválódik, és egy salgótarjáni kórházi és egészségügyi központhoz leszünk úgymond beintegrálva 60 is, és a Galgavölgye is. És itt jött az a történet, amikor is Aszód megkapta a járási státuszt, és ezzel a paralel az itteni dolgok is úgy hiszem, elsődlegesen az emberek érdeke mentén felértékelődnek napjainkban is. Az aszódi járás megalakulásával párhuzamosan pedig ugye, mint alapellátás, kormányzati koncepció, az állami feladat kell, hogy legyen. Na, innentől logikusan következik, hogy bár nem egy megyében vagyunk, Heves és Pest megyéről van szó, de lokálisan, térben, minden tekintetben ez a két térség 60, és a Galgavölgye szervesen kapcsolódik össze egymáshoz, nem csak az agyvával, hanem egyéb más módon is, és nekünk közös érdekeink az, hogy itt az egészségügyi ellátás hosszú távon és biztonsággal meg legyen oldva. Ennek pedig a járóbeteg ellátási oldala az egyik lába, amely a 60-i kórház pozíciót is erősíti, és felértékelte a 60-i kórházat önmagában. Tehát idézőjelben tisztelettel üzenem a 60-iaknak, hogy ők általunk erősebbek lettek, és nem szívességet tesznek, hiszen közös érdekünk, hogy a 60-i kórház erősödjön, megmaradjon és fejlődjön. Ezzel a 60-iaknak és a környékbérieknek és a Pest megye perem fel részén lévő galgamenti embereknek is tudják azt a szolgáltatást juttatni és biztosítani, amely elvárható egy állami ellátás keretében. Ezzel az átvétellel az aszódi rendelőintézetben járó emberek fognak-e valamilyen változást észlelni? Annyiban biztos, hogy másabb lesz, hogy párhuzamosan, fölöslegesen két dolog nem kell, hogy működjön. Tehát teszem fel a labor, bár hozzáteszem szakmai, nem értek hozzá, ha van 60-i kórház keretében, akkor nem feltétlenül biztos, hogy kell legyen aszódon. Hiszen egy racionalizáció keretében akkor reggel itt leveszik a vért, beviszik és délutára megvan az eredmény. Ad egy, ad kettő pedig, ami nagyon nem mindegy, hogy a járóbeteg ellátás keretében az az orvos fogja gyaníthatóan aszódon majd a járóbeteg ellátás keretében fogadni a járóbeteget, aki éppenséggel műtötte a kórházban, vagy éppen ott kezelte. Tehát logikus és nagyon praktikus szempontrendszer is van e mögött. Tóth Gábor elmondta, hogy kezdeményezett egy sajtótájékoztatót, melyen hivatalosan is tájékoztatni fogják a lakosokat az aszódi rendelőintézettel kapcsolatos változásokról. Sportdíj átadó ünnepséget tartottak Gödöllőn, ahol elismerésben részesítették a 2012 évi sporteredmények alapján a sportolókat, edzőket, sportvezetőket. A két éve megalakult Gödöllői Szövetség a Sportért szervezet külön díjban részesítette Szabados Istvánt, a Teva Gödöllői Röplabda Klub utánpótlás edzőjét. Szabados István edző a röplabda utánpótlás motorja. A testnevelési egyetem elvégzése után 2006-ban került a Gödöllő Röplabda Klubhoz. Jelenleg a Hajós Alfréd általános iskola testnevelő tanára. Gödöllőre kerülése után azonnal bekapcsolódott a GRC utánpótlás nevelő munkájába. Szakedzői képesítéssel rendelkezik. Mivel nem csak jó szakember, hanem jó pedagógus is, így egyre több kislánnyal szeretteti meg a röplabdázást. Jelenleg több mint 100 fő utánpótláskorú kislány röpizik Gödöllőn. A játékosok korosztályok szerint összesen 4 csoportban heti 3-4 edzésen vesznek részt. Az utánpótlás részt vesz a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett junior, ifjúsági serdülő, gyermek és mini bajnokságban. Ezen kívül neveztek a Budapest bajnokságba, valamint a Pest megyei bajnokságba is. Nyáron kislány tanítványai strandröplabdázásra járnak. A Gödöllő Sportszövetség megbízásából a városi mindennapos testnevelési programban is részt vesz testnevelési foglalkozások tartásával. A fiatal sportember, ahogyan azt az átadó ünnepségen előadott laudációban is megfogalmazták, a röplabda utánpótlás motorja. Sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Régió Plus televízió által közvetített sportmérkőzéseket is ő kommentálja. Dabasról származom, 6 éve élek most már itt Gödöllőn. A családommal van egy 3 éves kisfiam és egy gyönyörű feleségem. A Hajós Alfréd általános iskola testnevelő tanára vagyok szeptembertől. Előtte a Madács iskolában dolgoztam, és gyakorlatilag amióta itt élek, azóta foglalkozom a röplabdázással városi szinten.
És honnan jött a sport szeretete? Hát az korán jött, már nagyon fiatalon nem tudtam a fenekemen ülni, és gyakorlatilag minden délután valamit sportoltunk annak idején a barátokkal. Először fociztam, még MB2-ben is voltam ifjúsági bajnok, de aztán jött a röplabda, és valahogy a röplabdában jobban ki tudtam bontakozni. Dabason egy olyan gimnáziumba jártam, ahol három testnevelő volt, és mind a három röplabdás. Tehát így gyakorlatilag, aki oda bekerült, annak már adott volt, hogy milyen sportágat fog választani. És Dabason az MB2-ből bejutott a csapat az MB1-be, ez volt 2001 tájékán. Akkor én is a csapat tagja voltam, majd MB1-ben kétszer is negyedikek lettünk. Így a legjobb eredményem talán ez felnőtt szinten. Aztán bekerültem a testnevelési egyetemre, a TF-re, és hát ott folytatódott a röplabda iránti szeretetem, és az edzősködésbe belevágtam már egyetemi éveim alatt. Gödöllőn, te vagy a röplabdás utánpótlás csapatnak a vezető edzője. Hány csapattal foglalkozol, és ez mennyi gyereket jelent? Hát gyakorlatilag jelenleg Gödöllőn az idei évben körülbelül olyan 80-90 utánpótláskorú játékosunk van, a felnőtt tetebe nem számolom bele, ott is van egy utánpótláskorú saját nevelésű játékos. De gyakorlatilag 2006-ban kezdtem itt az első csoporttal, azóta azért már több mint 150, lassan 200 gyerekre tehető az, akikkel azért a röplabdát igyekeztem megszerettetni. Jelenleg, azt mondja, hogy utána kell számolnom, 5 csoportban zajlik az utánpótlás képzés itt Gödöllőn, a legkisebbektől a legnagyobbakig, és hát gyakorlatilag egy kisi közön mindegyikhez van, de tulajdonképpen most a legnagyobbakat és a mini korosztályt edzem én, és hál' Istennek idén egy új edző kollega is érkezett a klubhoz, Horváth Kristóf, aki segíti a munkámat. Mellette még Dóci István, aki korábbi nagy sikereket ért el itt Gödöllőn felnőtt szinten is, és Batiziné, Timko, Ildikó segítik a munkámat, tehát tulajdonképpen 4 fős az edzői stáb. Milyen eredményeket értek el az utánpótláskorú gyerekekkel? Tavaly évben először eljutottunk országos döntőig ifjúsági korosztályban, ami azért nagyon nagy siker számunkra, mert csupa saját nevelősű játékossal értük ezt el. Korábban voltunk már juniorban döntősök, de ott azért voltak olyan játékosok, akik máshonnan igazoltak ide idősebb korukban, és ezért a tavalyi év egy ilyen mérföldkő volt a Gödöllő Röplabda Klub történetében. Idén is már részt vettünk diákolimpián egy országos döntőn a Török Ignác gimnázium csapatával, ahol több mint 70 országos csapat közül a 8-as döntőbe bejutottunk. Ott 7. helyen végeztünk, de ez volt a reális csupa. Olyan csapat előzött meg minket, ahol felnőttben edződő játékosok is a csapat tagjai. Jelenleg a gyerekbajnokságban és a serdülőbajnokságban is országos elődöntősek vagyunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi évek munkája és eredményi alapján már jegyzik Gödöllőt az utánpótlás térképen. Több sportprogramban is részt veszel tevékenyen. Melyek ezek? 6 éve edzősködöm válogatott szinten is. Először másodedzőként, majd vezetőedzőként. Jelenleg a 98-as születésű játékosok alkotta válogatottnak vagyok a vezetőedzője. Ez egy országos program, úgynevezett Héraklész program, ahol az ország legjobb röplabdázóit igyekszünk összetömöríteni, és kialakítani a következő utánpótlás válogatott gerincét. Ez egy megtisztelő feladat, válogatott edzőnek lenni, és ezt nagyon, nagyon szeretem csinálni. Ez már 2004 óta, tehát lassan 10 éve benne vagyok ebbe a körforgásba. A városban továbbá zajlik egy program, a mindennapos testnevelés programja, ami 2 éve kezdődött ennek a kidolgozása, és Gödöllő nevéhez fűződik tulajdonképpen a program, és ennek a stábnak én is a tagja voltam, a szakmai stábnak. Jelenleg az Erkel iskolában a mindennapos testnevelés keretén belül oktatok hetente egyszer röplabdát. Tulajdonképpen ezek teszik ki az életemet. Nemrégiben egy rendezvényen a röplabda utánpótlás motorjának neveztek téged, és díjat kaptál. Hát ez mindenképp megtisztelő, hogy a motorjának neveztek. Valóban nagyon sokat teszek érte, és gyakorlatilag az életem nagy részét a röplabda teszi ki. Egy utánpótlás edzői külön díjat kaptam.
talán az elért eredményeknek volt ez a honoráriuma, egy megemlékezés erről. Nyilván az edző, az ember nem azért csinálja, hogy díjakat kapjon, hanem azért, hogy gyerekeket megszerettesse ezzel a sportággal, és magával a sporttal, és lássa a boldog arcokat, a csillogó szempárokat, amikor esetleg egy mérkőzés meggyernek. Ugyanakkor lássa azt, hogy könnyek hullanak egy-egy vesztett mérkőzés után, és akkor az edzőhöz fordulnak, hogy most mi történt, most mit kell csinálni, és akkor el kell nekik mondani, hogy a sportban megtanuljátok a győzelmet, a vereséget, és kell nekik egy kis erőt és útmutatást adni. Én nagyon szeretem ezt a hivatást, és remélem, hogy sokáig tudom még űzni. Tiszta szoba, betett ágy, sublót, akár csak egy tájházban. Bagol jártunk Nagy Jenőné Magdi néninél, aki páratlan helyi viseletgyűjteménnyel rendelkezik. A közel 400 darabos kollekció minden darabjának ismeri a történetét, a volt tulajdonosát. Gyerekkoromban nagyon-nagyon tetszett a népviselet. Akkor még olyan volt a hagyomány, annyira őrizték ezt a népviseletet, illetve nem is őrizték, természetes volt, hogy mindenki népviseletbe járt. Engem édesapámnak a foglalkozása miatt, mert ő cipész volt, engem nem népviseletbe járattak, illetve pici korban népviseletbe voltam, mint zobonyos, egy-két éves gyerek, de utána iskolába mentem, már nem ilyen ruhába jártam, és szinte csúfoltak az osztálytársaim, hogy én nem vagyok középük való, a szünetekbe, iskolaszünetekbe, a játékokba nem vettek be, mert én más voltam, mint ő. És minden nap sírva jöttem haza az iskolából, és akkor édesanyám nagyon nehezen, mert édesapám a háborúban odavetszett, meghalt, eltűnt, és akkor nagyon nehezen a rokonság segítségével átöltöztetett népviseletbe. Én voltam a legboldogabb gyermek, hogy nekem is olyan ruhám van, mint a többiének. Magdi néni már fiatal korától kezdve tudatosan figyelte az emberek öltözködését, az ünnepkörökhöz tartozó viseleteket. Lelkes amatőrként szorgalmasan feljegyezte a tapasztalatokat, melyet később könyvformájában is kiadtak. Az asszonyok templomi viseletétől egy egyházi éven keresztül, adventtől a bagi búcsúig. Asszonyok templomi viselete bagon. Ez a könyv benne foglalja az egyszerű köznapi miséknek a viseletét, például májusi litánia, októberi litánia, meg minden nagy ünnepnek, annak a másnapjának mindnek a viseletét bemutatja, és a saját ruhadarabjaimmal, amelyeket házaknál vettem, vagy a turai vásáron vettem. Nagyon sokat voltam Kartalon, ott volt ismerősem, akinek a segítségével tudtam ruhákat venni. És készülőben van egy másik könyv is, amiért már csak kiadóra vár. Ebben a könyvben mi található? Ebben a könyvben a egyházi éven át a népi ajtatosság, amit még ma is visel, vagy ma is végzünk az én vezetésemmel a templomba, az ünnepek szerint, tehát adventől szintén az egyházi év végéig, a megfelelő népi ajtatosság hozzá a megfelelő ének, az énekek lekottázva, mert nagyon szép kis kiadványokat látunk, de kotta nincs hozzá sehol, és én szerettem volna, hogyha fennmaradjon az énekhang is. Ezért megkértem a kántor urat, kottázza le. Most legközelebb Szent József olvasója május 18-án, akkor azt végezzük, és ahhoz is megvan szépen benne az ének, megvan az olvasónak a végzéséhez a szöveg, a bevezetőjének, befejezőjének. Nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon gazdag gyűjtemény, mert utána minden a húsvét és annak történéseivel, minden az egy egyházi éven keresztül benne vannak a népi ajtatosságok. Persze ehhez tartoznak még fotók is, mert szeretnék bemutatni a régi fekete-fehér fotókat, hogy akkor mit mutatott a ruha, és most a modern technika segítségével mit, mennyire meg tudja mutatni a mai technika azt, hogy mennyire szép. Ez a gyönyörű viseletünk, szerintem ez páratlan itt a Galga mentén, főleg ennek a négy községnek a viselete.
Magdi néni amellett, hogy gyűjti az autentikus ruhákat, tárgyakat, azon kívül nagyon szeret hímezni is. 2002-ben aranydiplomát kapott kiemelkedő művészi alkotásaiért. 2000-es évek elején, 90-es évek végén, akkor sokat foglalkoztak ilyen kiállításokkal. És akkor már nekem nagyon sok saját készítésű hímzésem volt eredeti magi motívumokkal, amit Kollár Böske néni trukkolt nekem, és azokkal neveztem be a gödöllői kiállításra, és ott részesültem aranydiplomába. A hímzést, a nagyon szép bagi hímzést, vagy legyen az turai, azt is, legyen boldogi, csak eredeti. Én azt a legmesszebb menőkig elismerem, és nagyon szeretem, és nagyon szeretném, hogyha valaki ezt még utánam is művelni, készíteni, hogy ne menjen feledésbe, mert nagyon félek, hogy ez feledésbe merül, és nem gazdagítja majd a jövőnket, ami csak a múltunkkal értékes. Magdi néni népviselet gyűjteménye hány darabból áll? Csak maga a népviseleti darabok, a kiegészítőkkel együtt van 370 körül. Majdnem 500 darabból áll az egész gyűjtemény, az ugye berendezési tárgyak képezik a többit. És lehet-e arról szó, hogy esetleg felöltözzek egy ilyen ruhába? Lehet, nagyon szívesen és örömmel. Egy pár alsó szoknya már rám került, de tulajdonképpen miben is leszek én most felöltöztetve? Egyik legszebb viseletünkben, húsvét másnapjának a viseletébe, amikor is sejjembe öltözik a bagi asszony minden nagy ünnepnek a másnapján. Most adom a harmadik fehér szoknyát, és sorba következnek majd a ruhadarabok, ami nagyon szép összhangot fog mutatni, amikor meglátjuk a végeredményt. A hétköznapi öltözetbe, amikor egyébként nem húsvétra készültek az asszonyok, lányok, akkor is ennyi alsó szoknyát hordtak? Igen, csak olyat, mint az enyém, tehát, hogy szegettek, más anyagból vannak, nem fehér vasaltak, hanem ilyen szegettek, és vagy két-három szoknya mindig volt alul, de itthon csak olyanban voltak, ami már nem ünneplős. Ez egy kicsit olyan még majdnem ráncos, ezt úgy mondják, hogy jönni-menni való. Tehát ebbe mehetek boltba, mehetek a községházára, ez olyan. És ha már templomba mentünk, például ez október litánián, május litánián, akkor már ilyen nagyon szép ráncos szoknyát vettek fel. És az alsó szoknya, az mindig ilyen pirossal szegett szoknya volt. Ezeket a fehér szoknyákat csak a második gyermek megszületéséig viselték, utána már ez már nem illette meg a fiatalasszonyt. Akkor már az alsó szoknyák, akkor már szegett szoknyára lettek váltva. Hát én mindig azt mondom, hogy ez két emberes viselet, mert ha nem is volt nagymama vagy édesanyja, aki segítsen, akkor ott volt a férj, aki mindig megigazította egy picit a ruhát, ránézett a feleségére, megkérdezte mindig a felesége, hogy Feri, nézd meg, hogy nem kis csücske a kendőn, vagy nézd meg, hogy nincsen félre. Tehát ez mindig volt valaki, vagy a gyerek, de valaki mindig meg tudta nézni. Egy picit a fehér szoknya régen mindig egy olyan fél centire, az ki volt a felső szoknyából. Ez egy nagyon szép bordóposztó szoknya, kék kazsmérral van alászegve. Olyan nagyon érdekes a viselet, olyan elütő színeket használtak. Tehát az véletlenül se bordóval szegték fel, hanem ugye, ami jobban mutat, ez a bordót mindig egy kékkel, vagy netalántán zölddel szegték fel. A gyűjteményemet, amikor vettem, rendszereztem őket, és felcímkéztem, de erről még vezetek egy füzetet, sőt számítógépen is van, hogy például a V18/1-es tétel alatt megvan, hogy ez a bordószoknya
bordóposztó szoknya a kettes tétel alatt gyűjtötte Nagy Jenőné, és ott a rávonatkozó dolgok megvannak a füzetbe, sőt, most már még számítógépen is. Tehát az is, hogy ki volt esetleg. Igen, mert így korba be tudom helyezni, hogyha tudom, hogy az, akitől vettem, hány éves. De ő azt mondja, hogy még az édesanyámé volt. Akkor már tudom, hogy az édesanyja mikor született, és akkor így jobban be tudom helyezni korba a ruhákat. Tehát, és minden ruhadarabom eredeti, tehát nem korhű. Menyecskének. Ez a féketője, kék sejem, ezüst csipkével, ez az úgynevezett pipiske, amit már csak a fiatalok hordhatnak. Azt mondta az egyik ismerősem, akitől gyűjtöttem, hogy egy aranycsipke, az egy félöl fának az értékével volt azonos. De egy aranycsipkés, egy fekete mindenkinek volt. Egy hétköznapló mindenkinek volt, mert a hajviselet megkívánta, hogy legyen az gazdag, szegény, ennek meg kellett lenni, valahogy előteremtették. És ha olyan szegényebb volt az a lány, de a násznép lakodalomkor, vagy a vőlegény hozzátartozóik nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy vajon mit hoz a lánya házhoz. Akkor volt olyan szomorú dolog is, hogy a nagyobb lánynak visszahozták a holmiát, és beletették a sublótba, és azután szépen a nővér visszahordta azt, ami az övé. Ha tudta, a fiatal asszony pótolta a férje keresetéből a ruhát. Ha nem, akkor szegényen eltengődött azzal a szegényebb ruhatárral, ami ő neki volt, de a legszegényebbnek is megvolt a nagyon szükséges, az ünnepek, amit megkívántak, az megvolt mindenkinek. Ez nagyon fontos. Először is megigazítjuk, hogy középen legyen. Szépen ráncba szedjük. Úgy mondják, hogy leszedtük a nyakból, hogy itt ne legyen begyűrődve, és szépen ráncba legyen ez a kendő, utána pedig, ezt így légy szíves, fogd meg, utána pedig elől nagyon szépen ráncba szedték. A szépen megkötött kendő dicsérte a viselőjét, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy szépen beráncolva legyen az a kendő. Thank you.
rengeteg sok összegyűjtött, nagyon szép és régi ruhával mi a terve Magdi néninek? Hát nagyon szerettem volna, ha itt marad a szülőfalumba, de a szülőfalum nem tanúsít utána érdeklődést, és így arra kényszerülök, hogy eladjam. És nagyon szeretném eladni, mert előre haladott a korom. Szeretnék még sok szellemi értéket átadni annak, akit ez érdekel. Mert még nagyon sok írott anyagom van, van íratlan anyagom is, hogyha bármiről kérdeznek, tudok válaszolni, és szeretném nem magammal vinni a sírba. 2009. szeptember 29-i képviselőtestületi határozat kimondja, hogy azonnali határidővel Bag Nagyközség önkormányzata Nagyjenőné Bagi lakostól az önkormányzat részére 3 millió forint összegben megvásárolja a népviseleti gyűjteményét. Az önkormányzat ezidáig a megállapított összegnek csak egy részét fizette ki. A közel 400 darabos muzeális gyűjtemény eszmei értéke felbecsülhetetlen, várja leendő tulajdonosát. Örülök, hogy ma is velünk tartottak. Önök a Porta magazin 79. adását látták. Témajavaslataikat, ötleteiket várjuk továbbra is a képen látható elérhetőségeinkre. Az eddigi adásainkat megtekinthetik honlapunk videótárában, valamint a Facebookon is követhetnek bennünket. Várom Önöket jövő héten is, a viszontlátásra!